tisztelt vendégeink, először is hagyj köszönjem meg államtitkár úr elismerő és biztató szavait. Azt hiszem, mindig a kormányzat szándéka az nagyon erős volt, hogy dolgozni tudjunk. Azt hiszem, hogy akik ma megtiszteltek minket, elfogadták a meghívást erre a gálára, erre az estére, azok jelentik a jövőt. A regisztrációról azt mondták nekem, hogy több mint 400-an vagyunk itt. 400-an, akik különféle szerepekben, de hozzájárulnak a magyar sport sikeréhez, és ezzel a jövőt építik. Hát tulajdonképpen, akik miatt idejöttünk, azok fiatalok, akik a pályákon, a küzdelmekben örökbítették a Magyar Köztársaság hírnevét, saját tehetségüket bizonyítva elmondták a világnak, hogy van egy kis ország, ahol fontos a fair play, ahol fontos a küzdeni tudás, ahol fontos az emberi értékeket közösen gondozzuk. Elsősorban róluk szól ez az este. Nem is méltatom igazán most, mert erre sem idő, sem hely nincs, hogy mi mindent értünk el. Annyit a Dávidot kicsit kijavítom, mert ma jelent meg az nyomdával, ma jött ki az info újságunknak a legújabb száma, és ott benne van, hogy 160 érmet értünk el Európa-bajnokságokon, világbajnokságokon, beleszámítva az olimpiát is. Nagyon nagy szám. Hát a rang kötelez, de biztosak vagyunk abban, hogy ez azért ugyan különleges volt ez a 2008-as több szempontból is, de 2009-re is bizakodók vagyunk ebben. Az erősít minket, hogy itt vannak azok az edzők, azok a szakemberek, akik a fiataljainkat nevelik, képzik, akik megmutatják a példát. Ők az igazi garancia arra, hogy megfelelő szakmai munka folyjon. Ez egy csapatmunka. Örülök, hogy itt vannak a szövetségek, képviselik magukat. Külön örülök annak, hogy elfogadták különféle civil társadalmi szervezetek a meghívásunkat. És hát bizony, sokan kényszerűségből kimentették magukat, de lélekben velünk vannak. Hát, ha már erről szólok, akkor hát remélem, hogy fönt a Pali is és a Gyuri is érzi azt, hogy micsoda erő van, és micsoda sugárzása van ennek az egész összefogásnak, amit mi hát Herakles programnak hívunk. Hiányozni fognak nekünk, de hát bízom abban, hogy az idő nem áll meg, tovább tudunk lépni. Maga az est, az egy pörgő gála lesz, ez tulajdonképpen önmagáért beszél majd az, hogy mit tettek a mi fiataljaink, mit tett ez a csapat a magyar sportért. Akik nyertek, hát egészen fantasztikus teljesítményeket nyújtottak, de hát ezt majd fogjátok hallani és látni. Nagyon nehéz volt az egyenlők között az elsőket megtalálni, és nyilván hiba is csúszik ebbe, hát ezt nézzétek el, de itt a bőség zavara volt. Hát olyan kiváló sportolók, fiatalok szorultak hátrébb, akik világbajnokságot nyertek, Európa-bajnokságot nyertek, de hát voltak jobbak náluk, és ez mindenképp nagyon jó érzés. Kívánom azt, hogy érezzétek jól magatokat, lássátok azt, hogy mennyire akarjuk, hogy a pekingi esetleg fiaskónak nevezhető szereplést azt valahogy korrigáljuk, erre minden reményünk megvan, hiszen Londonra tekintünk már, egy fiatal csapat fog kimenni Londonba küzdeni. Én úgy hiszem, hogy helyt fogunk állni, rajtunk múlik, illetve rajtatok. Azt hiszem, ezzel fogunk tudni élni. Jó szórakozást kívánok, és kellemes időtöltést!